Kevesen jelentkeznek agrárképzésre. A tendencia megfigyelhető a szakképzésben és a felsőoktatásban is. Versenyképes mezőgazdaság nincs jó szakemberek nélkül, ezért is kell népszerűsíteni a mezőgazdasági profilú képzéseket. Egyre komolyabb problémát okoz a mezőgazdaságban az agrárszakemberek hiánya. Az agráriumban 10-ből 9 gazda szakképzett munkaerőt keres. Hiába a folyamatos gépberuházások, gépbeszerzések. A szektorban, ha nincs például szakképzett mezőgépész, aki fontos része a mezőgazdasági termelésnek. A gazdálkodók versenyképességét is nagyban meghatározza szakmai ismeretük, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak tudása, tudásszintjük bővítése elengedhetetlen, ezeket részben segítik a vidékfejlesztési programban az agrárképzések átképzési programok is. De az iskolarendszerű képzésben erősíteni kell a duális képzést felső és középfokon. Emiatt az egész agrárképzés megújítása a napirendre került. A hagyományos állattenyésztő, növénytermesztő, mérnökökön kívül már az élelmiszerfeldolgozó iparban sincs elég szakember. Az ágazati szakértők szerint ez nem csak mennyiségi, hanem minőségi problémát is jelent, ha csak azt vesszük, hogy az agrárszektorban rohamos fejlődésen mennek keresztül a gépek, eszközök, ismerni kell a számítástechnikával vezérelt gépeket is, és a modern IT-technológiákat. A felsőoktatási struktúrában a természettudományos informatikai szakok mellett az agrármérnöki képzést is erősíteni kell. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének intézet igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan fordulhat az elő, hogy egy alapvetően agrár országban és egy agrár megyében ilyen mértékű szakember hiány alakul ki, és hogyan képeződik ez le a Nyíregyházi Egyetemen? Sajnos ez nem egy új jelenség. Évek óta megfigyelhető az agrárszakmák iránti csökkenő népszerűség. Ez gyakorlatilag országos szinten is eddig leképeződött, országos szinten is látható volt az, hogy évről évre kevesebb azon jelentkezők száma, akik valamilyen agrárszakot választanak a felsőoktatásban. Hál' Istennek a Nyíregyházi Egyetem agrárszakjai eddig úgy tűnik kivételt képeztek ezzel a tendenciáról, hiszen nálunk vagy stagnáló, vagy egy picit emelkedő jelentkezés, illetve felvétel létszámokról számolhattunk eddig be. Én bízom benne, hogy ez a tendencia itt a megyében talán megmarad, de tény, hogy országosan évről évre csökkenő létszámokról beszélhetünk. Ezt egyébként a minisztérium is felismerte, és ennek kapcsán egy agrárképzési koncepciót dolgozott ki. Ez a koncepció jelen pillanatban is még vitatárgyát képezi, így nyilván meg kell várnunk ennek a végső formáját, és akkor mondhatjuk ki, hogy milyen irányok, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy az agrárszakmák népszerűségét, illetve az agrárszakmák iránt érdeklődő fiatalokat minél inkább meg tudjuk szólítani. Nem lehet, hogy az a kép, ami a fiatalok fejében az agráriumról él, annak nem biztos, hogy sok köze van a valósághoz. Biztos, hogy ez is egy fontos szegmens ennek a problémának, hiszen valóban, aki a mezőgazdasággal nincs közvetlen kapcsolatban, joggal gondolhatja, hogy egy nagyon nehéz és izzadságszagú szakmáról van szó, de valójában ma már a mezőgazdaság ennél sokkal, sokkal többről szól. A mezőgazdasági technikai fejlődés olyan szintű, hogy gyakorlatilag a gépjármű technikában nem figyelhető meg ilyen szintű fejlődés. Egy korszerű traktorban ma már olyan szintű informatikai rendszerek vannak beépítve, amelyekkel gyakorlatilag az önvezetés a mezőgazdasági traktorokon már 10 éve működik és működő megoldás. Tehát amit hallunk itt az önvezető autók kapcsán a napi gyakorlatban, az a mezőgazdasági traktoroknál már 10 éve működik és gyakorlatilag be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Tehát valóban fontos, hogy a jelentkezőkkel, az agrár szakmák iránt érdeklődőkkel ezeket az újdonságokat is megismertessük, hogy talán ezzel is kedvet kapnak ahhoz, hogy akár mezőgazdasági gépész mérnöknek, akár mezőgazdasági mérnöknek jelentkezzenek, például Nyíregyházi Egyetemre. Milyen perspektívák vannak ezen a pályán? Talán ő is említette a bevezetőjében, hogy a 30 legkeresettebb szakma között van néhány agrárszakma is.
egy tény, hogy hiány van ebben a szegmensben, tehát a cégek folyamatosan keresnek minket, hogy végzett hallgatókat próbáljanak magukhoz csábítani, és aki egy picit is a szakmáját el tudja sajátítani, van affinitása, van motivációja ezen a területen, én azt gondolom, hogy ma egyáltalán nem kell attól tartson, hogy nem lesz munkahelye, és nem lesz olyan feladata, amit szívesen végezne. Tehát aki szereti az agráriumot, és szeretne ebből megélni, úgy gondolom, hogy most jó úton jár, hogyha agrárszakmára jelentkezik. Azt gondolom, hogy ma már egyre kevesebb szakma mondhatja el magáról, hogy egy életen át lehet űzni, hiszen olyan gyors a változás a gazdaságban, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy többször is szakmát, pályát kell váltani. Az élelmiszer, az agrárium, az viszont úgy tűnik, hogy azért hosszú távon szükséges mindenkinek. Abszolút így igaz. Ugye közhelyen élve enni mindig kell az embereknek, élelmiszer mindig szükség van. Az, hogy ezt hogyan termeljük meg, az egy nagyon fontos kérdés. Minél inkább egészségesen tudjuk ezeket az élelmiszereket előállítani, annál inkább úgy gondolom, hogy létjogosultsága van annak, hogy milyen technológiákat választunk. Éppen ezért mi a saját képzéseinknél mindig is előtérbe helyeztük az ökológiai gazdálkodásnak a vezérfonalát. Gyakorlatilag az új tantervek elkészítésén is az egyik olyan fontos szegmensnek jelöltük meg az ökológiai gazdálkodást, ami egy nagyon fontos szakirány, illetve specializáció lesz a hallgatók számára, hiszen nem elég, hogy megtermeljük az élelmiszert, nagyon fontos, hogy azt egészséges módon tegyük meg, és ezt leginkább ökológiai módon lehet megtenni. Ezért tehát nagyon fontos, hogy mi is fejlődjünk, és mi is olyan technológiákat mutassunk a hallgatóiknak, amelyek valóban azt mutatják, hogy ha egyszer megtanultunk valamit, ez nem biztos, hogy 20 év múlva is működőképes lesz. Meg is tudja mutatni a Nyíregyházi Egyetem ezeket az új technológiákat, illetve rendelkeznek-e megfelelő oktatógárdával, akik ezeket az innovációkat követni tudják, és át is tudják adni a fiataloknak? Büszkén mondhatom, hogy az agrár szakmákat, az agrár szakokon oktató kollégáimnak a minősítettsége közel 90%-os. Ez azt jelenti, hogy az oktatóinknak 90%-a tudományos fokozattal rendelkezik. Ez országos szinten is egy kimagasló értéknek számít, tehát oktatói állomány szempontjából azt gondolom, hogy nincs ok a szégyenkezésre, sőt kimondottan büszkén kimondhatjuk magunkról ezt az arányt. Ami a tárgyi feltételrendszerét jelenti a képzésünknek, ez sajnos ugye hát mivel folyamatosan fejlődő és folyamatos megújítást igénylő eszközökről, gépekről van szó, ez nyilván mindig olyan, hogy a legfrissebbet, a legújabbat soha nem tudjuk megmutatni, így igyekszünk lépést tartani a korral, és azért ma is be tudom mutatni olyan technikai megoldásokat, amelyek az előbb említett önvezető traktor vagy automata kormányzás például, ez mind rendelkezésünkre áll a tangazdaságban, és a napi gyakorlatban is használjuk, tehát nem csak oktatási célokra. Tud szerepet vállalni a Nyíregyházi Egyetem a szakmák, az agrárszakmák népszerűsítésében, hiszen úgy tűnik egyfajta szemléletváltásra lenne szükség már akár általános iskolás kortól, hogy másképp tudjanak viszonyulni a mezőgazdasági szakmák iránt. Így van. Erre a szemléletváltásra feltétlenül szükség van, hiszen egy felmérés szerint sajnos azt látjuk, hogy ezt nem mi készítettük, hanem egy országos felmérés. Azt látjuk, hogy érettségizett vagy érettségire készülő diákoknak körülbelül 3%-a gondolja azt, hogy ő az agráriumban szeretne tovább tanulni, és ezt a szakmát szeretné választani, és azt gondolom, hogy Agrárország esetében ezt feltétlenül magasabb értékre kellene növelni. Hogy milyen feladataink vannak nekünk ebben, és mit tudunk mi felvállalni, leginkább azt, hogy a régióbeli iskolákkal megismertetjük a képzési portfóliónkat, megmutatjuk, és ezt egyébként már évek óta tesszük, megmutatjuk magunkat, hogy hogyan képezzük a hallgatóinkat, milyen infrastruktúrális hátterünk van. Ehhez többféle megoldást is szoktunk választani, vagy mi megyünk iskola látogatásokra, és mi magunk mutatjuk be, akár végzett hallgatónk segítségével az itt folyó képzéseket, illetve újabban mi is meghívunk iskolákat, középiskolákat az egyetemre, hogy lássák, hogy valóban milyen körülmények között tanulnak, hogyha hozzánk jönnek. Nem csak agrárszakokkal foglalkozik, nem csak ebben az irányban képez a Nyíregyházi Egyetem, hiszen műszaki karról beszélünk, illetve egy egészen egyedi szak is létezik a Nyíregyházi Egyetemen, a pilóta képzés, és nyilván ennek is van egyfajta mezőgazdasági vonulata
vagy legalábbis ennek komoly hagyománya van Nyíregyházán. Erre azért az érdeklődés gondolom egészen más, mint az agrárszakokra. Így van, és büszkén mondhatom, hogy valóban egy unikális szakról van szó, hiszen Magyarországon egyedül Nyíregyházan van BSC szintű pilóta képzés. Ez valóban elég régmúltra tekint vissza. Idén indítjuk az 50. évfolyamot már, tehát ez azt gondolom, hogy önmagáért beszél, és valóban mezőgazdasági pilótákat képeztünk valamikor, aztán ma már ugye ez egy kicsit más irányba ment el, közforgalmi pilótákat képezünk, és szintén büszkén mondhatom el, hogy a múlt héten írtunk alá egy együttműködési megállapodást a Wizz Air légitársasággal, aki felismerte azt, hogy a Nyíregyházán végzett pilóták nagyon komoly szakmai felkészültséggel rendelkeznek, és gyakorlatilag meghívást kaptak az ő felkészítő és kiválasztási programjukba azáltal, hogy itt végeznek. A pilóta képzésben az oktatói gárdával hogyan tudnak létszámban megfelelni a képzésnek? Sajnos ez nem olyan egyszerű, nem olyan könnyű, mint egy agrárszakmánál, hiszen azért azt kell látni, hogy ma pilótának lenni nagyon komoly perspektíva, aki pedig oktatni akar, nos, hát ők kevesebben vannak, így nagyon nehéz, hogy is mondjam, olyan oktatókat találni, keresni, akik minden feltételnek megfelelnek. Ráadásul komoly jelentkezés mutatkozik a pilótaképzésben. A meghirdetett 20 helyre több mint 40 jelentkező adta be a jelentkezését, tehát úgy gondolom, hogy a jövőre nézve itt nem csak tárgyi, hanem személyi fejlesztésben is gondolkodnunk kell, hogyha ezt a létszámot szeretnénk kiszolgálni oktatói szempontból. Dr. Kovács Zoltán, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm én is.